Csak akkor tudjuk meg, hogy mennyit használjuk a lábunkat és a térdízületünket, hogyha az elkezd kopni és fájdalmassá válik. Ilyenkor műtét után általában, vagy legalábbis eddig nem funkcionált úgy, mint korábban, de most létezik egy olyan műtéttechnika robot segítségével, ahol szinte az eredeti állapotok állíthatók vissza. A csont- és ízületi vagy valamilyen mozgásszervi betegség előbb-utóbb mindenkit érint, mindenkinél előfordul, legalább addig eljutunk, hogy fáj a derekunk. Milyen legkorszerűbb megoldási lehetőségek vannak valamilyen ízület gyógyítására? Mozgásszervi problémák közül a leggyakoribb a csípő és a térdízületnek a betegségei, mely területeken óriási fejlődés történt az elmúlt évtizedben. A hagyományos technológiák mellett digitális robot, illetve robot technológiák jelentek meg, melyek rendkívül nagy pontosságot és személyszabadságot tudnak biztosítani. Mennyivel tud többet a beteg egészségének vagy a beteg mozgásának szempontjából, hogyha az orvos nem manuálisan, hanem egy robottechnika segítségével végzi az operációt? A hagyományos módon végzett műtétek is rendkívül sikeresek. Azonban esetek mintegy 20%-ában a betegeknek panaszaik maradhatnak vissza. Leggyakrabban térdízület esetén például az ízületnek az instabilitása. Ugye a hagyományos módszernél egyrészt a sebész az érzékszerveire hagyatkozva operál, ami egyfajta szubjektív megítélés pontatlanságot az eredményezhet, illetve a rendelkezésre álló eszközök sem a legprecízebbek minden esetben. Az új technológiák, mint például a navigáció vagy a ezzel összekötött robotika rendkívül nagy precizitás, nagy pontosságot biztosít. Vannak olyan robotrendszerek, amelyeknél a protézis komponenseket úgy lehet beültetni, hogy közben a térdet körülvevő lágy részek, oldalszoknak a feszessége szimmetrikus lesz, azonos a tér teljes mozgástartománya során. A betegek általában azt tapasztalhatják, hogy ha például valamiféle megerőltetőt tesznek, tehát mondjuk lépcsőn mennek lefele, fölfele, vagy mondjuk ülésből állnak föl, vagy autóból szállnak ki, a térdüket sokkal stabilabbnak érzik. Sokkal hamarabb érhetik el a rehabilitáció során a maximális térdhajlítás mértékét, és összességében sokkal inkább sajátjuknak érzik általában az így betetett térprotézist. További tapasztalat az, hogy ezek az így betetett implantátumok láthatóan sokkal tartósabbak lesznek. A robotasszisztált rendszernek a lényegi eleme ez a digitális falfeszességmérő, mely a csontok közé helyezve, állandó erőt kifejtve megméri, hogy milyen mértékben távolodnak el egymástól a combcsont és a lábszárcsont, és ebből gyakorlatilag két görbét szerkeszt a számítógép, ez mutatja meg, hogy milyen a szalag balansz szalagfeszesség. A számítógép ez a szalagfeszességhez fölajánl egy olyan implantátum pozíciót, mely mellett a belső és a külső oldalszalagoknak a feszessége tökéletes. Ezen a sebész, ha még kell, akkor tud változtatni, finomítani, de ha elfogad a tervet, akkor utána pedig egy másik roboteszközzel ki lehet alakítani a combcsont komponensnek a helyét rendkívül nagy pontossággal, tehát pontosság fél milliméter, illetve fél fok.